Szeretettel köszöntelek Jézus Krisztus nevében, a Betlehem csillaga. Mi is történt 2000 évvel ezelőtt, lassan 2000 évvel ezelőtt Betlehembe? Eljött, megszületett az Isten fia, Jézus Krisztus. Betlehem nem volt jelentőségteljes. A proféciák is beszélnek erről, Mikeás öt egy mondja, te pedig Efratai Betlehem, bár legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. És az a jelentéktelen terület, és ez a jelentéktelen kis városka, Máté evangélium alapján jelentőség teljessé vált. Máté 2.6. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet Izraelt. Ugyanez a helyzet a mi életünkben is. Isten nélkül, Krisztus nélkül, lehet, hogy sok dolgot véghez viszel, de nem lesz jelentőség teljes. Amikor jön Jézus az életedbe, egész másképp történnek a dolgok. Légy áldott, engedd a szívedbe Jézust, hívd be, legyen számodra hely Jézus Krisztusnak az életedben. Mi is történt 2000 évvel ezelőtt? A Biblia arról beszél, hogy az összeírás miatt Máriának és Józsefnek Betlehembe kellett menni, de nem volt számukra hely. Sok palesztin otthon hasonlóképpen nézett ki, mint ahogy látjátok ezen a képen. Egy nagy szoba, amely van egy magasabb, és egy alsóbb rész tartalmazott. Az emelt részen a család, mint lakóhelye volt, és az alsó részen pedig általában az állatok kaptak helyet. És ott volt található egyébként a, a vájú, az etető vagy más néven jászol, amit általában Kifaragtak mészkőből, vagy éppen a, a ház sarkába volt található. A Biblia arról beszél, hogy József és Mária nem talált helyet a fogadóban. Valószínűleg egy ilyen hely, egy ilyen menedékhely, vagy istáló szerűségben e, szállásolták el őket. Egy biztos, az egyik megfogalmazása egyik bibliai könyvnek nagyon mélyen megérintette a szívemet. Jézus Krisztus a legszerényebb és a legaljasabb környezetbe született a zsidó nép szegényei között. Érettünk, éretted, érettem, helyettünk, helyettünk miattunk. Szóval egy kicsit másképp kell elképzelni azt a jászolt, mint általában látott különböző képeken, üdvözlő lapokon vagy éppen kiállított betlehemi kis jászol teljesen más. Mint hogy az előbb említettem, itt középen láttok egy olyan képet, ahol magát ezt a kőjászolt a, az épület sarkába építették fel, vagy éppen mészkőből válták ki. Amit itt látok jobb szélen, ez egyébként Akháb király által megidóban, lóistálóban található vájuk egyike. Mire használták ezt azok a papok, akik 2000 évvel ezelőtt ott voltak, mert a Biblia beszél, hogy pásztorok tanyáztak azon a vidéken. És hogy, hogy Mária, amikor megszülte az ő első szülött fiát, Jézust, akkor betekerte és befektette ebbe a kőjászolba. A pásztorok, akik nem csupán közönséges pásztorok voltak, nem hétköznapi pásztorok, hanem azért tenyésztettek juhokat, mert Petlehem híres volt az, az áldozathoz használt hibátlan bárányairól. És amikor megszülettek a bárányok, a pásztorok, amelyek tökéletes és hibátlan bárányok voltak, azokat bekötözték és a kővájúba rakták, hogy ne sérüljenek. És így vigyáztak rájuk, és így, így őrizték egy bizonyos ideig számukra nem volt kérdés, hogy mit jelent az, amikor valamilyen született, újszülött bárányt bepójálnak, és a kőjászolba, a a követetőbe teszik. És ezt mondják az angyalok. Ez lesz a jel nektek. Amikor elmennek Betlehembe, és meglátják a kőjászolba Jézust, akkor ez számukra nyilvánvaló volt, hogy ők ezt nagyon sokszor megtették. A hibátlan, bárányjal. De most a legtökéletesebb bárány van a jászolba. Jézus Krisztus, akiről egyébként a Biblia beszél, hogy ő a hibátlan épp szeplőtlen bárány, aki a mi bűneinkért halt meg, hogy nekünk életünk legyen, dicsőség ezért neki. És tudjátok, milyen érdekes dolog még? Az, hogy egyes leírások arról beszélnek, hogy csak mindössze egy évszázaddal később volt egy nagyon érdekes, híres római orvos, aki írt és különböző tanácsokat adott szülőasszonyoknak, hogy a megszületett csecsemőjüknek bölcsőként használjanak jászolt, mint ahogy itt látjátok ezen a képen. Ez is egy korabeli ábrázolás mert használatos volt a kő jászol, a kő vájú. Mert védelem volt. A csecsemő nem esett ki belőle. Van-e hely számodra? Jézus, a hibátlan és szeplőtlen bárány ott van a jászolba. És csak néhány évtized, és meghalt érettünk, helyettünk a kereszten. Áldott ünnepet kívánok!